A következő műsor megtekintése 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt a Szeged Televízió hírháttér műsora a téma, és azonnal mutatjuk, hogy milyen ügyekkel, témákkal foglalkozunk ma. Több hete nyilvánosságra hozta már Magyar Péter azt a hangfelvételt, amely szerint Rogán Antal is vagy emberei belenyúlhattak a Schadl-Völner ügy aktáiba. Varga Juditot ugyan tanúként kihallgatták az ügyben, más fejlemény azonban azóta sem történt, kivéve, hogy létezik egy törvénymódosító javaslat, amely már keretet is adna annak, hogy az igazságügyért felelős miniszter megismerhet bírói határozatokat. Hak Péter alkotmányjogásszal elemezzük a jelenlegi helyzetet. Szegeden együtt indul a demokratikus ellenzék, de a legtöbb településen egyelőre nem látszik hasonló egység. De nem csupán az ellenzék áll rosszul, több településen vagy budapesti kerületben a Fidesz jelöltjei is hiányoznak még. Milyen kampány várható a Magyar Péter féle Tisza párt megjelenésével? Magyari Péter újságíró a vendégünk. Április 20-ától indul a hivatalos kampánya június 9-i önkormányzati és európai parlamenti választásokra, ugyanis szombattól gyűjthetik az ajánló aláírásokat a jelölő szervezetek. Mit kell tudni a kettős választásról? László Róbert választási szakértőt kérdezzük. Sokan sokszor hallottuk már, de azért hallgassuk meg újra ezt az ominózus hangfelvételt, amelyet egyébként Magyar Péter titokban feleségem, vagyis az akkori igazságügyi miniszter tudta nélkül rögzített. Ezt a módszert egyébként sokan morálisan rendkívül felháborítónak tartják. Például visszatérve arra, amit az előbb mondtál, azt mondtad, hogy elkezdtél mondani, hogy a program mondott valamit, hogy olyan furcsa volt, de hogy mondott a tárcsot valamit, hogy mit nem kell csinálni, vagy akár csak abból mindent elmentem. Nem, csak az elég menjen elvezet, és akkor kérdezem, hogy miért, de látod, van egy példány ezekből. És ezt nem láttátok, vagy a sajtó meg már látta? Hát a sajtónak van szegény alattak, és elvileg azt ők ottan már átnézték. Bánta Rogán is. Igen, semmi rossz nincsen, de... De erre mondta a Marta Rizet, hogy mondom meg, semmi rossz, de kihúzottak dolgokat. Persze, bokot húzott el, vagy volt... Az eredeti doksiba, vagy csak kamerjel. Hát ilyen javasoltak, hogy közöttnek, hogy mit kéne kihúzni, de ezt nem mind tartották. És most meg azt mondják, hogy a te elmenő menjen és nézze meg, hogy van benne, van-e még bármi, ami lehet benne. Hát... Igazából ezek a új dokumentumok is most már vannak, mert látszik. Igen, de utána is hallgatják, amit akkor benn vannak a börtönben, most is Most a következő percekben arról beszélgetünk Hak Péter alkotmányjogásszal, hogy bármennyire is tisztában látunk-e már ennek az ügynek a jogi megítélésében. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Ugye a nyilvánosság a hangfelvétel után tudta meg ezt a bizonyos törvényjavaslatot, még visszatérünk majd erre a törvényjavaslatra, de induljunk ki az alaptörténetből. Ugye a hangfelvételen, ami állítások elhangzanak, az ugye az, hogy Rogán Antal és vagy emberei belenyúltak az iratokba. És akkor, amikor ezeket bemutatta Magyar Péter, akkor még Fürth Pál főügyész azt mondta, hogy az ügyészségi aktákban lehetetlen belenyúlni, mert mindennek nyoma van. Ez mennyire van valójában így?
Hát azt gondolom, hogy ez valójában így van, tehát az állítás úgy szól, hogy nyom nélkül belenyúlni az ügyészségi aktákba nem lehet, hiszen bármilyen találkozó, ami a mondjuk egy kormányzati hivatalnok és egy ügyész között zajlik, ennek van egy előzetes telefonegyeztetése, a telefonhívás listákon visszakereshető, hogy van-e kapcsolat az ügyben eljáró ügyész és a kormányzati hivatalnak között, vagy e-mailen egyeztetik a találkozót. Az ügyészségi épületekbe, amikor valaki belép, akkor ott általában naplózni szokták, és hát nyilvánvalóan a folyosókon is lehet látni ezeket az embereket, tehát nyomok maradnak az ilyen beavatkozási kísérleteknél, ami utólag felderíthető. Tehát hivatalos normál rendben igen, és nyilván nem feltételezek semmit, csak az elméleti lehetőséget kérdezem meg. Ha viszont valaki felszólítja az ügyészség dolgozóit, mindenkit arra, hogy és akkor annak, ami most történt, bármi is legyen az. Bejöttem ide, megnéztem iratokat, kiszedtem, hozzáraktam, bármit csináltam, ennek semmilyen nyoma ne legyen. Meg tudja tenni, hogy eltünteti a nyomait? Hát ugyanúgy tudja ezt megtenni, mint a bűnözők, tehát ha a bűnöző el tudja tüntetni a nyomát, akkor az ügyészség is el tudja, de ennek kicsi a valószínűsége, mert még egyszer mondom, a telefonhívás lista az ugye a szolgáltatónál van, a szolgáltató kiadhatja ezeket a híváslistákat, tehát ha saját telefonból törlik is az előzményt, a szolgáltatónál ott marad, ugyanez az e-mailen történő kommunikáció, a számítógépeken, amiket az aktákat kezelik, mert ma már nem papír alapon zajlanak lényegesen az eljárások, hanem számítógépes fájlokban vannak a dokumentumok. A számítógép is naplózza azt is, hogy töröltek valamit egy ügyben, tehát ha ilyen törlés vagy a dokumentum későbbi megváltoztatása, csak egy részének a törlése történik, ezt a számítógép naplózza is, ezt szakembereket ki tudják keresni, és ha valaki ilyet tett, akkor ez egy bűncselekmény követel, ez hivatali visszaélés. Ugye, ha bűncselekményt követnek el a büntetőeljárás során, akkor az magát az alapeljárás is diszkvalifikálhatja, ugye a törvény értelmében, hogyha a hatóságok bűncselekményt követtek el egy eljárásban, akkor ahhoz az eljáráshoz nem fűződhet joghatás, tehát szerintem ezt nyom nélkül bizonyosan nem lehet megtenni, és azt sem indokolt feltételezni, hogy az ügyészségen mindenki készségesen együttműködne a kormánnyal, az ügyészségen nagyon sokféle ember dolgozik, nyilvánvalóan, ha valaki lát valamilyen visszánságot, akkor azt jelezheti, ugye látjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok korrupciós ügyre, vagy hatósági visszaélésre úgy derül fény, hogy valaki, aki a rendszeren belül tudomást szerez róla, ez jelzi másoknak, és ezek a dokumentumok rendelkezésre állnak, és hát azt se felejtsük el, hogy azért kívülről is bele lehet látni, ha nem is az átlag embereknek, de vannak olyan szervezetek, amelyek be tudnak látni ilyen belső működési információkba, és ezen keresztül is kikerülhetnek információk a nyilvánosság elé. Ugye tudjuk azt, hogy nagy korrupciós ügyek, nemzetközi szintű korrupciós ügyek, hát úgymond sajtófelderítésen keresztül, de vélhetően inkább valamilyen titkosszolgálati beavatkozáson keresztül kerülnek a nyilvánosságra. Tehát én azt állítom, hogy rendkívül kockázatos, és nyom nélkül ezt nem lehet megtenni, ezt a beavatkozást. Nézzük, hogy mi történt. Ugye bő két hét telt el, mióta tud a nyilvánosság erről a hangfelvételről. Ha minden igaz, akkor annyi történt, hogy Varga Juditot meghallgatták tanúként. Más konkrét nyomozati cselekményről nem tudunk. Igazából ennyi idő alatt ez a normális ügymenet, és ez várható el, vagy azért egy ilyen nagyon-nagyon kiemelt ügynél lehet, hogy ennél többnek kellett volna történnie? Ön mit gondol erről jogászként? Én azt sejtem, hogy többnek kellett volna történni, és valószínűleg több is történt. Ugye a büntetőeljárási törvény értelmében az eljárásoknak
a vádemelést megelőző szakasza két részből áll, egy előkészítő eljárásból, ahol a hatóság azt vizsgálja, hogy egyáltalán fennáll-e a bűncselekménynek a gyanúja, illetőleg egy nyomozási eljárásból. Ezek az eljárások sem, az előkészítő eljárás sem, a nyomozás nem nyilvános. Tehát az ügyészség honlapján nincs fenn az, hogy melyik ügyben mikor kit hallgatnak meg, milyen egyéb eljárási cselekményeket hajtanak végre, iratokat szereznek be, vagy kutatást tartanak valahol. Erről a nyilvánosságot a nyomozás érdekében nem szabad és nem is indokolt tájékoztatni. Tehát, hogy más történik ebben az ügyben, például vizsgálják-e, most konkrétan arra gondolok, hogy történt-e beavatkozás ebben az ügyben, hogy vizsgálják-e az ügyészek hibás listáit, vizsgálják-e a számítógépeiket, utána néznek-e, hogy változtak-e az ügyben az iratok. Ugye ez azért sok-sok ezer oldalas büntető ügyirat, amiről itt beszélünk, hát a sajtóban óriási terjedelemben jelentek meg csak a lehallgatási anyagok a Völner-Sadl ügy kapcsán. Tehát, hogy itt például ezekbe az anyagokba belenyúltak-e, ezek közül mi az, amit nem tettek az eljárás részévé, és azt indokolt volt-e kihagyni, vagy sem, ezt nem egy-két óra alatt lehet kideríteni, ez több hetes vagy akár hónapos vizsgálatot igényel. Én azt feltételezem, hogy az ügyészségnek elemi érdeke, hogy a közvéleményt ebben a tekintetben megnyugtassa, és olyan eredményeket, tehát olyan vizsgálati eredménnyel álljon a nyilvánosság elé, ami hát támadhatatlan. Mert ha ők kiállnak és azt mondják, hogy nem történt semmi, és akkor valaki előáll például egy kiugrott ügyész előáll, és azt mondja, hogy de már pedig én ott voltam, és tudom, hogy nem így volt, ez az ügyészség intézményét alapjaiba rengetné meg, tehát ezt nem kockáztathatja meg egyetlen ügyészi vezető sem. Ön azért ugye úgy kezdte, hogy ennyi idő alatt azért elképzelhető, hogy több nyomozati cselekmény is történt. Már csak ugye nem kötelességük tájékoztatni a közvéleményt. Varga Judit meghallgatásáról beszéltek, nyilván pont a közvélemény valamelyes megnyugtatás érdekében, hogy igen, mit csinálunk valamit. De azt mondja, hogy ennél több is történt. Tehát nyilván megint teljesen elméleti a kérdés, de akár előfordulhat például az, hogy mondjuk Rogán Antalt, akinek a meghallgatása eléggé adná magát, hogy őt egyébként meghallgat. Már az ügyészség, csak nem tudunk róla. Ez is elképzelhető, nem kizárható, és nyilvánvalóan egyetlen meghallgatott személynek sem kell a Facebook oldalán nyilvánosságra hozni, vagy Instagram fotót közölni, hogy ő bent járt az ügyészségen, és őt meghallgatták. Elvileg ezt megteheti, ha akarja, de ez nem kötelessége, és az ügyészségnek nyomozati érdekből nem érdeke az, hogy ezeket az eljárás folyamatába nyilvánosságra hozza. A normál ügymenet ebben az, hogy egy ésszerű időn belül az ügyészségnek a vezetői, akik már az ügy korábbi szakaszában is helyesen úgy ítélték meg, hogy a közvéleményt meg kell ebben nyugtatni, és az ügyészség iránti bizalmat helyre kell állítani, azok, ha lezárul a vizsgálat, akkor minden dokumentummal kiállnak a nyilvánosság elé, és elmondják, hogy kiket hallgattak meg, milyen adatokat szereztek be, milyen szakértői vizsgálatokat folytattak le, és ezeknek mi lett az eredménye. Ha azt állapítják meg, hogy valaki belenyúlt az aktákba, akkor annak egy fegyelmi eljárás, vagy akár büntető eljárás is lehet a következménye, ugye az ügyészekkel szemben is lehet büntetőeljárást indítani. Az utóbbi évtizedekben voltak is ilyen ügyek, hogy ügyészt börtönbüntetésre is ítélt bíróság, mert bizonyos ügyekben előnyt kért azért, hogy egy kedvező döntést hozzon, tehát az ügyészség elemi érdeke, hogy a saját sorain belül tiszta viszonyokat teremtsen, és hát láttuk azt az utcai tüntetéseken is, hogy azért markáns vélemények jelennek meg, amik az ügyészség és azon belül legfőbb ügyész iránti bizalmat ássák alá, és az ügyészségnek az az érdeke, hogy ezt a bizalmat helyreállítsák.
Hát nem az ott demonstrálók ássák alá a Polt Péter bizalmát, hanem... Igen, rosszul fogalmaztam, igen, jogos. Tehát, hogy az jelent meg, hogy alá van ásva ez a bizalom, elnézést, tehát nyilván, ha alaptalan a vád, akkor nyilván a vádaskodók ássák alá, de maga a körülmények, amik között ez létrejött, az nem a tüntetőknek a hibája, ők jogosan fejezik ki, hogy ők nem elégedettek ezzel a helyzettel, és az ügyészségnek ez lenne a feladata, hogy megnyugtassa azokat is, akik jelenleg még bizalmatlanak iránta. Igen, tehát az ügyesség nyugtassa meg az embereket arról, hogy helyesen, megfelelően, törvényszerűen jár el. Na most ez egy egészen érdekes helyzet. Ön is nyilatkozta talán az Indexnek, remélem, hogy jól mondom az orgánumot, hogy szakmai, politikai körökben is él az a vélemény, hogy a legfőbb ügyesség nem független. Na most hogyan tudja a legfőbb ügyesség magáról bizonyítani azt, hogy független, amikor ő önmagát fogja vizsgálni ebben az ügyben? Tényleg nem lehet semmilyen módon feloldani ezt a hát eléggé visszás helyzetet? Hát ez egy jogos észrevétel, és valóban nehéz feloldani. Ugye a kiőrzi az őrzőket kérdés, az minden hivatalnál, minden szervezetnél felmerül. Ugye az, amire utaltam az Indexnek adott interjúban, az az, hogy ugye 2010 után az ügyészség alkotmányos státuszát megváltoztatták, ugye az alaptörvény megváltoztatta, ugye korábban a parlamentnek alárendelt volt a legfőbb ügyész, és a parlament egyszerű többséggel választotta a legfőbb ügyészt. Ugye az új alaptörvényben, a jelenleg hatályos alaptörvényben viszont az ügyészség az független igazságszolgáltatási szerv, és a legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára az országgyűlés kétharmados többséggel 9 évre választja meg a korábbi 5 év helyett. Ugye ez egy nagyon nagy felhatalmazás a legfőbb ügyésznek, és azt kell mondani, hogy ha olyan helyzet lenne, hogy a köztársasági elnök és a parlamenti többség nem ugyanazon a politikai oldalon állna, akkor nem lenne aggályos ez a megoldás, de amikor Polt Pétert jelölték, és amikor újra választották mind a két esetben, a köztársasági elnök, ugye először Schmidt Pál, utána pedig Áder János, ugyanazt a politikai oldalt képviselte, mint a parlament, mint a kormányzati többség, és mind a két esetben a kormánynak kétharmados többsége volt a parlamentben. Így Polt Péter megválasztása tulajdonképpen politikai történhetett, miközben ugye a nemzetközi sztenderdek a független legfőbb ügyésztől, de még az autonóm, tehát nem független, hanem a kormánnyal valamilyen kapcsolatban lévő legfőbb ügyésztől is azt várják, hogy a megválasztásának folyamata olyan legyen, hogy minél szélesebb politikai konszenzus legyen, és szakmai szervezetek is kifejezik, tehát vannak országok, ahol az ügyvédi kamarát, az országos bírósági egyesületet, vagy annak megfelelő szervezetet is, illetőleg van, ahol a civil szervezeteket is megkérdezik a legfőbb ügyész jelölése kapcsán, hogy minél nagyobb legyen a közbizalom. Azzal, hogy a 2010-ben az akkori Orbán kormány úgy döntött, hogy a szakmai szervezetek megkérdezése nélkül, az ellenzék részleges támogatása nélkül, vagy támogatása nélkül választják meg. Ezzel megalapoztak egy olyan helyzetet, amiben ugye a jelenlegi legfőbb ügyésznek hát nehézségeket okoz elhitetni a politikai szereplőkkel és a szakmai szereplőkkel is, hogy teljesen aggálytalan az ő tevékenysége. Én szeretném azért azt jelezni, hogy én személy szerint az eljáró ügyészek szakmai hozzáértésében és tisztességében megbízom. Nincs okom kételkedni abba, hogy ők a munkájukat a lehető legjobban végzik. Én azt remélem, hogy Polt Péter sem avatkozik be ügyekben semmilyen módon, de hát egy hátrányos kommunikációs helyzetben van, ahol hát nagyon nagy lépéseket kellene annak érdekébe tenni, hogy a bizalom hiányt valahogy leküzdjék és visszaállítsák a közvélemény bizakodását. Ugye itt meg kell jegyeznem, hogy a 2022-es törvénymódosítás, amit az Európai Bizottság
hát követelésére fogadott el a magyar parlament, és ami a közhatalom gyakorlásával és a közpénzügyek kezelésével kapcsolatos eljárásokra egy speciális szabályt állapított meg, az önmagában a legfőbb ügyészség és az ügyészség iránti bizalmatlanságot kifejező törvénymódosítás, és ezt megszavazta az országgyűlés. Tehát maga az országgyűlés is azt mondta, hogy a közhatalommal kapcsolatos cselekményeknél és a közpénzügyek kapcsán nem elegendő, hogy az ügyésznek vannak jogai a büntetőeljárásban, lehetővé kell tenni minden magyar polgár számára, hogy az ilyen ügyekben ők maguk fellépjenek a vád képviseletébe. Utolsó záró kérdésként, csak hogy picit előrébb is vigyük a dolgot, ugye Magyar Péter tüntetésén, amire ön is célzott, 100 000-ek skandálták többek között Polt Péter lemondását követelve. Most ugye pillanatnyilag ott tartunk az ügyben, hogy van egy törvényjavaslat. Hosszú ideig azt hittük, hogy ez azért született meg, mert a hangfelvétel nyilvánosságra került. Azóta kiderült, hogy ez a törvényjavaslat már egyébként előtte megszületett, mind hogy a hangfelvétel nyilvánosságra került. Törvényjavaslat nagyon leegyszerűsítve, nagyon sokat hallhattunk már róla. Az a lényege, hogy az igazságügyi miniszter bizonyos esetekben betekinthet a nyomozati iratokba, azokba, amelyeknél már nincsen jogorvoslati lehetőség. Hát ezt nagyon sokan úgy értelmezték leegyszerűsítve, hogy ami eddig gyakorlat volt, azt most törvényi szinten legalizálni is akarják. Nem tudom, mennyire tud ez a nagyobb bizalom irányába mutatni, egyáltalán elfogadják majd ezt a törvényt, mert ugye most egyelőre csak egy benyújtott javaslat. Igen, ez egy nagy törvénycsomagnak egyetlen paragrafusa, ugye nagyon-nagyon sok törvényt módosít ez a törvényjavaslat, amiből egy paragrafus vonatkozik erre, hogy igazából arra hivatkoznak, hogy a jogalkotás elősegítésére, tehát hogy a minisztérium meg tudja nézni azt, hogy az elfogadott törvények a gyakorlatban, hogy hatályosulnak, meg tudja állapítani azt, hogy mind kell változtatni a szabályokon ahhoz, hogy hatékonyabban működjenek az eljárások. Ugye ezzel kapcsolatban azért nekem az az állításom, hogy ehhez a minisztériumi tájékozódáshoz nem szükséges az, hogy a kormány folyamatban lévő büntetőügyek ügyészségi irataiba beletekintsen. Ugye a nyomozás a rendőrségi iratokba elvileg beletekinthet, hiszen a rendőrség az egy kormányzati szerv, és azok az iratok, amik a rendőrség rendelkezésére állnak, azok a rendőrségi szervezeten belül a kormány számára is hozzáférhetők. De hogy az ügyészségi iratokba miért akar folyamatban lévő ügybe beletekinteni a kormány, ez nem világos. Ha a kutatást akar folytatni, akkor az ügyészségnek van egy saját kutatóintézete, az Országos Kriminológiai Intézet, a kormány ettől az intézettől megrendelhet kutatást, és akkor az ügyészség állományába tartozó kutatók tudnának vizsgálatot folytatni. Az is kevésbé aggályos lenne, ha azt mondanák ki, hogy olyan ügyekbe tekinthet be a kormány, ahol már az egész ügy jogerősen lezárult. Ugye a törvényjavaslatnak a szövege az csak az ügyészségi határozatra vonatkozóan mondja azt, hogy olyan határozatokat nézhet meg, amivel szemben már nem lehet jogorvoslat, de attól, hogy van egy ilyen határozat egy folyamatban lévő büntető ügyben, attól még a büntető ügy még folyamatban van, hogyha konkrét kérdésben már nem lehet további jogorvoslattal élni. Tehát én azt gondolom, hogy a megnyugtató és az alaptörvénynek is megfelelő megoldás az lenne, hogy a kormánynak nincs lehetősége hozzáférni ügyészségi iratokhoz, mint ahogy bírósági iratokhoz sem férhet hozzá a kormány, hogy a törvények szabályozzák, hogy ez gyakorlatilag csak az ügyfelek, az ügyben érdekeltek ismerhetik meg ezeket az iratokat. Akkor a felháborodás és akkor a közfigyelem irányul most erre a témára, elképzelhetőnek tartja, hogy végül is a süllyesztőbe kerül ez a javaslat? Én bölcs döntésnek tartanám, hogy esélyesztőbe kerülne ezt a javaslatot, tehát a parlamentnek lehetősége van leszavazni ezt a javaslatot, a törvénycsomag egészen megszavazható enélkül is, és az a kár, amit ez a gyanú kelt a kormány oldaláról, az biztos, hogy jóval több, mint az az előny, amire számítanak azok, akik ezt a javaslatot elkészítették. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és segített nekünk jobban megérteni ennek az egyébként jogilag bonyolult ügynek a részleteit. Nagyon köszönöm még egyszer, viszonthatásra. Viszonthallásra, viszontlátásra.
Részben tehát ez az a hangfelvétel, amely alapján Magyar Péter hitelesíthette saját politikai szerepét, hogy ő az, aki megmutatja, hogyan is működik valójában a Fidesz kormány. Bármit el lehet kenni, bármit el lehet csikálni. Ezt próbálták ugye a kegyelmi botránynál is, ott viszont végül dőltek a dominók, és felemelkedett a politikai szintér új szereplője, Magyar Péter. És akkor most a Magyar Péter jelenségről beszélgetünk Magyari Péterrel, a Válasz Online újságírójával. Szervusz! Szervusz, köszöntöm a nézőket. Most ugye, mert értelemszerűen Magyar Péter felemelkedését természetesen a kegyelmi botránytól számítjuk. Ugye ez február 10-én volt, tehát azóta már eltelt nagyjából 2 hónap, kezdődik a hivatalos kampányidőszak. Tehát mindenképp itt van szerintem az ideje annak, hogy készítsünk egy számvetést, hogy ezen időszak alatt Magyar Péter milyen utat járt be. Nehéz ugye a feladatunk, mert nagyjából a lájkok számát látjuk, illetve van felmérés, hogy a felmérések idején még párt nélküli Magyar Péter, ha lenne pártja, hány százalékra mérnék, akár 15%-ra is. De igazából te hogyan látod? Ez egy folyamatos, exponenciális növekedés a rajongói tábora, vagy akár a potenciális a rászavazók számában, vagy mozog, és van lemozsolódás is, mert mondjuk mond dolgokat, amiben önmagának is ellent mond, illetve amit mondott egyik nap, azt 3 nappal később meggondolja. Tehát, hogy milyennek látod a folyamatot? Mindenképpen egy nagyon látványos indulást tapasztalhattunk. Azt látjuk, hogy nem csak a lájkok és a Facebook követők száma volt megrendítően nagy és gyorsan növekedett, hanem amennyi embert eddig ki tudott vinni az utcára, az is meglepően nagy tömeg volt. Hasonlóra ellenzéki megmozdulásokon nagyon-nagyon régóta nem volt példa. Tehát biztos, hogy egy óriási erővel tört be a magyar politikába, hatalmas hatással volt az ellenzéki oldalra, hogy ezt meddig lehet ilyen tempóban növekedni, az természetesen megjósolhatatlan, meg attól is függ, hogy még neki milyen politikai húzásai lesznek. Az látszik, hogy nagyon jól kommunikál, nagyon jól rezonál rá, nagyon sok ember. Tehát ez mindenképpen egy látványos és nagyon erős kezdés volt. Nagyon erős kezdés volt, így van, és bizonyos értelemben talán eddig volt könnyű a helyzete neki. Van egy mondás, hogy most kezdődik a tánc, de egyébként én ezt egészen másképp szoktam lefordítani, hogy eddig olyan értelemben könnyű volt, hogy mondhatta azt, hogy ahogy mondjuk a hangfelvétel nyilvánosságra kerül, Rogán Antal másnap repülőre ül. Vagy a kormánynak semmi más lehetősége nincsen, mint hogy lemondjon. És egyébként itt ebben a kormányban mindenki lopcsal hazudik. És ugye a kormányból kiábrándultaknak nagyon rezonáltak ezekre a mondatokra, egészen értelemszerűen nyilvánvalóan. Viszont van egy pont, amikor el kell kezdeni tartalmilag politizálni. Nekem az az érzésem, hogy ezt próbálja minél távolabb helyezni, de azért ugye nagy interjúkat ad, és itt már kezd előjönni, hogy például a Klubrádiónak Bolgár Györgynek adott interjújában ugye az orosz-ukrán háború kapcsán már ott volt olyan, ami igazából inkább fideszes narratíva volt, és a követői jelezték is, hogy Péter, mi nem azt gondoltuk, hogy te ezt így gondolod, akkor magyarázkodásra kényszerült-e? Mire számítasz? Egyre több ilyen jelenség lesz? Na, arra számítok, hogy a európai parlamenti választásokig ez nem lesz annyira fontos kérdés. Az a közönség, amelyik most nagyon nagy bizalommal fordult felé, és nagyon nagy várakozással van iránta, azt alapvetően nem szakpolitikai kérdések izgatják, hanem az, hogy van-e valaki, akibe bele lehet látni azt, hogy meg tudja ijeszteni az Orbán rendszert, át tudja formálni az ellenzéki oldalt, érdemi kihívója tud lenni a Fidesz kormánynak. És egyelőre én azt gondolnám, hogy másodlagos kérdés, hogy mit mond szakpolitikai kérdésekről. Nyilván van egy olyan réteg, aminek ez nagyon izgalmas és fontos, de azt gondolom, hogy az a várakozás, ami most felé megnyilvánul, az alapvetően nem erről szól. Nem azt várják az emberek, hogy mondja meg, hogy mi lesz az egészségügyben, mi lesz az oktatásban, mi lesz a magyar külpolitikában, hanem azt,
hogy valaki határozottan és meggyőzően mutassa be, hogyan lehet megszorongatni a mostani politikai vezetést, mert ez a közönség azt tapasztalta, hogy az elmúlt 14 évben erre senki nem volt képes. Na és hogyan lehet megszorongatni? Azért érdekes a kérdés, mert ugye atombombával azért nem mer, hogy nincs. Tehát ezt azért beismerte, hogy atombombája nincsen. Egy dolgot viszont nagyon tud. Azt érzékeltetni, hogy fiúk, már mint a fideszesek felé, fiúk, én ismerlek titeket. És tényleg én nem tudom, őszinte leszek, talán soha ennyi időt nem töltöttem a Facebookon, mert egész egyszerűen újságíróként folyamatosan nyomon kell követnem, hogy Magyar Péter éppen mit posztol, vagy hogy egyáltalán mit reagál egy-egy posztra. És az egészen bizonyos, hogy ilyen hangvételt egyetlen ellenzéki pártól sem hallottunk korábban, ugyanis mondjuk azt mondja Gulyás Gergelynek, vagy hát azt üzeni, hogy Gergely, legalább te ne hazudj. Vagy amikor Mencer Tamásnak azt üzeni, hogy te ugyanolyan rossz voltál államtitkárnak, mint amilyen rossz kommunikációs igazgató vagy nem is tudom, hogy most mi az ő pontos titulusa. Tehát ahogy tegezi őket, ahogy lecikizi őket, szerinted az ő követői az iszonyat nagy like számokkal erre rezonálnak, hogy na tessék, te megmered nekik mondani? Részben erre is, igen, az biztos, hogy erőt ad neki, hogy egy olyan figura, aki bentről jön. Tehát közvetlen kapcsolatban volt azokkal az emberekkel, akiket most élesen támad. Ez ad az egész egy különleges izgalmat. Ahogy a volt felesége személye is ad neki egy különleges izgalmat. Hogyha egy szappanoperát néznénk, akkor ez egy nagyon izgalmas forgatókönyv lenne, és egy kicsit a politika kezd szappanoperává válni, nem csak Magyarországon, hanem mindenütt a világban. Összefonódnak a személyes történetek a politikai történetekkel. Pont ezért is állítottam azt az előbb, hogy itt most nem a szakpolitikai kérdéseken fog múlni az ő népszerűsége. A másik fontos dolog, hogy úgy tudott a semmiből felépíteni egy mozgalmat, vagy elkezdeni felépíteni egy mozgalmat, hogy nem volt rajta az a teher, ami az összes ismert ellenzéki politikuson most már nagyon régóta van, hogy erőlködtek, próbálkoztak, megpróbálták felkorbácsolni az indulatokat, és aztán mindig vesztettek. De mitől? Tehát mitől nem működött az náluk? Mert az üzenetek tényleg egyébként ugyanazok. Igen, igen. Egyrészt azért nem működtek, mert nagyon sok ember elégedett volt a Fidesszel, és a Fidesz üzenetei jobban működtek. Ebből a szempontból a kegyelmi ügy óta látunk egy, hát legalábbis megrekedést egyébként a Fidesz kommunikációjában, hogy előre nem tudtak kitalálni frappáns és erős válaszokat, mozgósító erejű válaszokat. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy 2019-ig, nagyjából 2013 óta egy különleges gazdasági fellendülés volt Magyarországon, ami nagyon segítette a Fideszt szerintem, és ez most már néhány éve megrekedt. És lehet, hogy most telt el annyi idő a gazdasági visszaesések, nehézségek bekezdése óta, tehát kb. 2020 eleje óta, hogy elkezdett kopni talán a Fidesz nimbusza, és pont ekkor érkezett Magyar Péter, szerintem ez is számíthatott, és hát az is, hogy az eddigi ellenzékiek miután úgy is vesztettek, hogy egymás ellen indultak, úgy is vesztettek, hogy összefogtak, mindent megpróbáltak, mégis mindig egyre rosszabb lett a helyzet, már bennük is valamilyen szinten azért megtört a lendület. Nem lehetett elhinni nagyon sokak számára, hogy tőlük még lehet várni valamit. Viszont igény egyre inkább van arra, hogy valakitől lehessen várni valamit, és akkor jött egy jól beszélő, érdekes közegből jövő, érdekes dolgokat, nagyon határozottan állító figura, és az emberek azt érezték, hogy hoppá, lehet, hogy akkor ő lesz az. Igen, ezt ugye már évek óta halljuk, volt, aki elhitte, vagy hit benne, volt, aki nem hitt benne, hogy igazából a Fideszt csak önmaga tudja felszámolni.
És ebből a szempontból rendkívül érdekes kérdés az, ugye te azt mondtad, hogy részben ugye korábban volt egy nagyon nagy gazdasági fellendülés, ami ugye megtört nagyon sok okból, és az emberek már ezt is érezték, tehát hogy részben ez a probléma. Nem tudom, hogy ez mennyire van így, mert nagyon sok olyat láttunk, hogy nem tudom, 3 forint nem volt egy embernek a zsebében, és azt mondta mégis az érdeklődő újságírónak, hogy akkor is a Fideszre szavazok. Tehát úgy tűnt, hogy a gazdasági szempontok korábban nem hatnak annyira, és most direkt megnéztem éppen vasárnap, teljesen szokásos stílusban, ugye összeült a kormány az izraeli-palesztin helyzet miatt, ugyanaz a videó, amiket hosszú évek óta csinálnak, ilyen hősies zenével, és tulajdonképpen a világon semmi konkrétum nem volt benne, csak az, hogy én megmentelek titeket. Ennyiről szólt az egész videó. És ez hosszú éveken keresztül tökéletesen működött. És szerinted most mi zajlik? Ha megnézzük a kommenteket, akkor azoknak, és Orbán Viktor saját oldalán, a Magyarország kormánya saját oldalán, tényleg 90%-ban rajtuk röhögős kommentek, tényleg csak azok kedvéért, akik nem olvasnak ennyit kommentet, mint például én, hogy ilyen hozzászólások voltak, hogy most akkor mi lesz, dupla vészhelyzet? Vagy hogy tőletek kéne már minket megvédeni, meg hogy most már biztos, hogy egy elcseszett Monty Python filmben élünk. Na, tehát mi történik? Ennyire megváltozott a közhangulat, vagy ez csak a Facebook népének egy kis szerete? Nem tudom, nagyon érdekes a jelenség. Nagyon érdekes, amit mondasz, és én is pont ezeket néztem a minap, és valóban megdöbbentő ez a fordulat. Ez biztos, hogy legalább annyit mindenképpen jelent, hogy nem lett, vagy most éppen nem menő megvédeni a miniszterelnököt, vagy kiállni mellette. Beszólós kommentek mindig is voltak minden Orbán poszt alatt, és ezeket olyan nagyon nem is takarították soha, de az, ami most történik, az valóban változása ahhoz képest, amit eddig tapasztaltunk. Én is úgy láttam, hogy szinte csak kritikus, gúnyos beszóló kommentek érkeztek, ami egyrészt jelenteti azt is, hogy az ellenzéki közönség felbátorodott. Azt is mutatja, hogy a fideszes közönség elbizonytalanodott, legalábbis nem akar belemenni egy ilyen vitába. Ez mindenképpen egy nagyon fontos jelenség a közvélemény hangulatának megváltozásában, illetve annak a megváltozásában, hogy ki mer hangos lenni. Ez mindig nagyon fontos, és mindig így tud csak elkezdődni egyébként bármilyen politikai változás, hogy ki az, aki... Melyik az az oldal, amelyiknek a képviselői úgy érzik, hogy most eljött az ő idejük, hogy most ők beszéljenek. Mert ez a hangulatváltozás, ez vezethet oda, hogy akár ki van éppen relatív többségben, a hangosak azok mindig könnyebben tudnak tovább növekedni, míg az elhalkulók elbizonytalanodhat egy részük, nem érzik komfortosan annyira magukat, és ez biztos, hogy hathat a változásokban. Én nagyon izgatottan várom a következő hetek közvélemény kutatásait. Ugye ez pont az erősebbhez való húzás elve, ami a Fidesz mellett szól már 14 éve, hogy mindenki azt érezte, hogy melléjük érdemes állni, mert ők az erősek. Zárásként, konklúzióként az, amit most érzékelünk, jó, tényleg semmi, egy közösségi médiában érzékeljük, vagy ahogy a boltban beszélgetnek az emberek, egyébként ott is érzékeljük, de szerinted ezek a kommentek, vagy ezek az emberek egymás közti beszélgetései milyen arányban, milyen mértékben fogja majd ezt leképezni a június 9-i választás? Hát ez az $1 millió kérdés. Szerintem én arra tippelek, hogy biztos, hogy 10% fölött fog szerepelni a Magyar Péter pártja, ha csak addig valami egészen rendkívüli dolog nem történik, nem derül ki róla valami. És az is valószínű szerintem, hogy elsősorban és első körben ez az ellenzéki térfelet fogja átrendezni. Hát, ha 2026-ban egy új erő akarja megtámadni a Fidesz hatalmát,
akkor annak először az ellenzéki térfelet kell elfoglalnia, mert egyszerűen olyan a választási rendszer, hogy egy az egy ellen típusú küzdelemre épült ki. Láttunk már olyat 2014-ben, hogy még valamivel több szavazatot is kapott az összeellenzék mindenkit együttvéve, mint a Fidesz, és mégis a Fidesznek lett kétharmados többsége. Tehát a sok kicsi, de még a kevés kicsi is, tehát amíg csak két nagy hasonló, ilyen 20% körüli tömb van az ellenzéki oldalon, az is teljesen alkalmatlan arra, hogy veszélyeztesse a Fidesz hatalmát. Nem véletlen egyébként, hogy Magyar Péter az kifejezetten elzárkózik minden létező ellenzéki párttal, és a leginkább a legerősebb ellenzéki erőt, a DK-t támadja. Egyelőre a saját logikája szerint neki onnan kell szavazókat elvinni. Most ebben a beszélgetésben igazából inkább Magyar Péter és a Fidesz konstellációjában beszéltünk. Magyar Péter és az ellenzékkel mi van, most még nem is, de erről fogunk még beszélni, és csatlakozok hozzád egyébként, hogy ilyen érdeklődéssel nagyon-nagyon rég vártam választásokat, és nyilvánvalóan nem azért, mert bárkinek drukkolnék, hiszen újságíróként nem tettem, egész egyszerűen a folyamat rendkívül érdekes, meg unikális, mert nem volt még ilyen. Úgyhogy nézzük együtt a közéletet, megbeszélgessünk majd még. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, szervusz! Köszönöm, szervusz! A legtöbben már megkaphatták a Nemzeti Választási Iroda értesítőjét, hogy hol szavazhatnak majd június 9-én. A kampány hivatalosan most szombaton kezdődik. A pártok ekkortól gyűjthetik a jelöltséghez szükséges ajánló aláírásokat. A kormány döntése nyomán most először lesz egyszerre az Európai Parlamenti és az önkormányzati választás. Tavaly május óta lehet tudni a választások időpontját, hiszen az Európai Unióban már ekkor úgy határoztak, hogy június 6-a és 9-e között lesznek az európai parlamenti választások. Mivel a kormány már korábban eldöntötte, hogy ezzel egy időben tartják Magyarországon az önkormányzati választásokat, egyértelmű volt, hogy június 9-én vasárnap választanak a magyarok polgármestereket és önkormányzati képviselőket. Ezt hivatalosan már Novák Katalin helyett Sulyog Tamás jelentette be. A kormány költségcsökkentésre hivatkozva tette egy napra a két szavazást. Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője korábban úgy nyilatkozott, ezzel 10 milliárd forintot spórol az állam. Igaz, a dupla választása a Fidesznek is előnyös, hiszen az eddigi 4 európai parlamenti választáson a részvételi arány az 50%-ot sem érte el. Főleg a kisebb vidéki településeken maradt el a részvétel, ahol kimagasló Orbán Viktor népszerűsége. Emellett az ellenzéki pártoknak is árthat, hiszen az önkormányzati választásokon mindenhol egy-egy összellenzéki jelölten lenne több esélyük, míg az európai parlamenti választás hagyományosan az egymás közötti megmérettetésnek a terepe. Ezt egyszerre nehéz kommunikálni a választók felé a kampányban, így könnyen veszíthetnek szavazókat. Az önkormányzati választásokon arról döntünk, hogy 2024. októberétől 2029. tavaszáig kik vezessék az önkormányzatokat a képviselőtestületekben, és kik legyenek a polgármesterek. Sok településen még mindig nincs polgármester jelölt, ezzel szemben Budapesten már 7-en is bejelentkeztek a posztra. Karácsony Gergely mellett Vitézi Dávid, Brenner Koloman, Szentkirályi Alexandra, Gruntner András, Szabó Bálint és Kajtor Gábor méretteti meg magát. Szegeden hétfőn jelentette be Botka László, hogy az Összefogás Szegedért Egyesület színeiben indul újra. A Fidesz Fülöp Lászlót indítja a városban. Április 19-éig kapja meg mindenki az értesítőt, hogy bekerült a szavazók névjegyzékébe, másnap pedig hivatalosan is elindul a kampány. Ekkor kezdhetik el gyűjteni az aláírásokat a jelöltek. A fővárosi és vármegyei listákat május 7-éig kell leadni a Nemzeti Választási Bizottságnál. Június 9-én 6 órától 19 óráig lehet majd szavazni, ehhez egy fényképes igazolványt és egy lakcímkártyát kell magunkkal vinni. Átjelentkezéssel csak azok szavazhatnak, akik 2024. február 11-éig tartózkodási helyet létesítettek Magyarországon. Azok azonban, akik külföldön lesznek a szavazás időpontjában, csak az EP választáson szavazhatnak, az önkormányzatin nem. A Nemzeti Választási Iroda szerint ugyanis kivitelezhetetlen lenne a sokféle szavazólap eljuttatása a külképviseletekre. A Társaság a Szabadságjogokért erre úgy reagált, joghátrány éri azokat, akik külföldön szavaznának. László Róbert választási szakértőnek 4 évente, 5 évente nagyon-nagyon sok dolga van, így van ez most is, őt kapcsoljuk. Jó estét kívánok, üdvözlöm!
Jó estét kívánok! Én azt hiszem, hogy semmelyik választás előtt nem lehet elégszer végig ismételni a legfontosabb tudivalókat, ami a legfontosabb az emberek számára. Ugye el is mondtuk, hogy a legtöbben már megkapták, vagy most ezekben a napokban kapják meg a szavazóköri értesítésüket a Nemzeti Választási Irodától, ami ugye arról szól, hogy melyik szavazókörben szavazhatnak. Ha ők ezt nem kapják meg, akkor lehet, hogy gyanút kell fogniuk, hogy lehet, hogy csak elkeveredett a postán, de az is lehet, hogy valamiért nem szerepelnek a választói névjegyzékben. Az a legfontosabb kérdés, hogy ilyenkor hova forduljanak, hol érdeklődjenek, hogy mi a helyzet velük kapcsolatban. Inkább a helyi választási irodához érdemes fordulni. Ezt az választópolgárok inkább úgy ismerik, hogy maga az önkormányzat. De oda érdemes telefonálni, levelet írni, e-mailt írni, hogy én nem kaptam értesítőt, nem világos, hogy miért, és akkor utána fognak ennek nézni. Ha esetleg nem kapnának választ, akkor magához a Nemzeti Választási Irodához is lehet fordulni, de az nyilván nehézkesebb, lassabb. Általában egyébként mi a tapasztalat? Mennyire szoktak megbízhatóak, pontosak lenni ezek a nyilvántartások? Magyarországon ez híresen jól működik, már évtizedek óta, de mindig vannak diszfunkcionalitások a rendszerben, mindig vannak rejtélyes esetek, hogy miért maradt mondjuk benne, miért maradtak bent elhunyt személyek, vagy miért vezettek át túl későn lakcímváltozásokat. Hát természetesen, mivel napi szinten több száz vagy akár több ezer ember is lakhelyt módosít, ez indokolja azt, hogy azért nem lehet mindent tökéletesen, frissen nyilvántartásba vezetni, de azért erős 90% fölött ez működik. Ugye június 9-én ezt a dátumot már nagyon jól ismerjük, ekkor lehet szavazni, ugyanúgy, mint bármelyik másik választásnál reggel 6-tól 19 óráig. Ahhoz, hogy valaki szavazhasson, értelemszerűen fényképes igazolvány, ezt tudjuk. Az kérdés szokott lenni még az emberek részéről, hogy ezt a bizonyos értesítőpapírt, ezt magukkal kell-e vinniük, vagy nem muszáj, hogy ez náluk legyen? Ez nem muszáj, hogy náluk legyen, az egy tévhit, hogy ennélkül ne lehetne szavazni, tehát ezt egyáltalán nem kötelező magukkal vinni, viszont sokat segít, hiszen benne van, hogy pontosan hova kell menni. Ez a kisebb településekkel nem annyira érdekes, mert általában pontosan tudják, hogy hova kell menni, és kisebb helységekről beszélünk, de városokban, ahol mondjuk egy iskola épületében, mondjuk 30-40 teremben is egymás mellett zajlik a szavazás, hát akkor ott nem mindegy, hogy az ember tudja, hogy pontosan melyik terembe kell mennie, vagy sem. Ugye ez rendkívül egyedi és unikális választás lesz abból a szempontból, hogy most először lesz két voksolás egyszerre. Ugye 2022-ben ugyan ott ugye az országgyűlési választás mellett volt egy gyermekvédelmi népszavazás is, de azért az nem ugyanaz, mert az egyik az idézőjelben csak egy népszavazás volt. Tehát most először lesz olyan Magyarországon, hogy egyszerre ugye két szavazás van, az európai parlamenti, illetve az önkormányzati. Ön mit gondol ebből, következik-e majd az, hogy nagyobb lesz a részvétel? Pontosan tudjuk, hogy most már évtizednyi tapasztalat után, hogy általában azért az európai parlamenti választáson, mondjuk az országgyűlési választásnál jóval alacsonyabb a részvételi szándék, illetve amennyien megjelennek. Várható-e, hogy ez most magasabb lesz? Igen, az Európai Parlamentin hagyományosan a legalacsonyabb a részvétel, valamennyivel magasabb szokott lenni az önkormányzatin, és ennél jóval magasabb az országgyűlésén. Ez így nagy általánosságban megfelel a valóságnak. Nyilván voltak kiugrások, meg mélypontok. Én arra számítanék leginkább, hogy az önkormányzati azért ezt fel fogja húzni, tehát leginkább az önkormányzati választásoknak a részvételi mintázatába fog valószínűleg leginkább illeszkedni ez a mostani szavazás, de hát tényleg először történik ilyen, úgyhogy ezzel semmi tapasztalatunk nincs, és talán még a korábbi választásoknál sokkal fontosabb az, hogy mennyire marad fenn ez a turbulens belpolitikai helyzet, ami meglepő módon az elmúlt egy-két hónapban kialakult, erre néhány hónappal korábban élő ember nem számított volna. Tehát akár rekord alacsony részvételünk is lehetett volna, függetlenül attól, hogy dupla választásnak nézünk elébe. Most, amilyen turbulens a belpolitikai helyzet, én azért arra tippelnék, hogy ez még az önkormányzati választásokhoz képest is valamivel magasabb részvételt fog eredményezni, de azt azért bátran kijelenthetjük, hogy az országgyűlési választásoknak a mozgósító erejét ezt nem fogja elérni.
merne valamilyen közelítő számot mondani, igazából ennek akkora jelentőséget van, nincsen, csak kíváncsi vagyok, hogy pont az, hogy Magyar Péter megjelenése, és nem feltétlenül az, hogy kik rajonganak annyira érte, vagy kik adják rá a voksai, de minden esetre valóban felfokozta a közélet a politika iránt való érdeklődést, hogy ez plusz hány százalékot jelenthet egy részvételi arányban? Élő ember ezt nem tudja megmondani, biztos vannak nálam bátrabbak, akik most számokat mernének mondani, de én már megtanultam, hogy ezzel csak tévedni lehet, és igazából tényleg nincsen jelentősége. Ami látszik azért a kutatásokból, hogy passzív szavazókat is sikerült megszólítania, meg a tüntetéseken rengeteg videó készült, és mi szinte mindegyikben találtak olyan támogatót, aki azt mondta, hogy évek vagy évtizedek óta nem szavazott senkire, de most el fog menni. Tehát van egy felhajtó ereje mindenképpen annak, hogy egy teljesen új típusú politikus jelent meg most hirtelen a színen, de hogy ez százalékokban, tényleg ezrekben, tízezrekben mit jelent, ezt senki nem tudja előre megmondani. Gyorsan még utolsó kérdésként akkor, ugye a két választás egy időben az volt a kormányzatnak az indoka, hogy azért, mert így olcsóbb. Politológusok megmondták, hogy hát persze ez igazából azért van, mert nagyon nehéz helyzeten állítja az ellenzéket, hiszen önkormányzati választásnál az összefogása a fontos számukra, európai parlamentinél viszont az egymással való versengés. Hogyan látja, mennyire tudták megugrani ezt a feladatot, ami tényleg nem egy könnyű feladat? Szerintem egyik magyarázat sem feli a valóságot. Ami 100%-ig biztos, hogy a kormány oldalt soha semmilyen országban soha nem érdekelte, hogy egy választás mennyibe kerül, és lássuk be, annak tényleg nincsen jelentősége költségvetési szempontból, hogy 1-2 milliárdal többet elköltünk egy választásra, vagy sem. Facebook hirdetésekre többet költenek el fél év alatt. Tehát ezt az érvet teljesen felesleges komolyan venni. Azon kívül én azt a kisebbségi álláspontot képviselem, hogy ez az ellenzéknek olyan különösebb nehézséget nem okoz, hogy ez a két választás egyben van. Kétségtelen, hogy a listás szavazáson sokkal inkább egymással versengenek, míg a polgármester választásokon az összes településen az volna az érdekük, hogy egy közös jelöltet támogassanak, de hát listás szavazás az önkormányzati választáson is van, tehát ez az ellentétes logika, ez világ életünkben benne volt az önkormányzati választásban önmagában. Az EP ehhez olyan nagyon-nagyon sokat nem tesz hozzá. Ha valamit mégis, az az, hogy amire szerintem nincsenek fölkészülve a választópolgárok, sőt a pártok sem, és ez nagyon prognosztizálhatatlanná teszi a végeredményt, hogy most két különböző listás szavazólap is lesz a legtöbb szavazó fülkében. A megyei jogú városokban történetesen nem, mert ott ők nem szavaznak megyei közgyűlésekre. De ha kivesszük a kalapból a megyei jogú városokat, mindenhol máshol két listás szavazólapunk lesz, és szerintem ez nagyon meg fogja lepni a választópolgárokat, hogy behúzzák a kedvenc pártjukat az egyik listás szavazólapon, majd a kezükbe kerül még egy, és akkor összezavarodnak, hogy miért is kell nekem két listás szavazatot leadni. És akkor elképzelhető, hogy elkezdenek majd szavazatot megosztani, hogy egyik pártra itt, a másik pártra meg azon a szavazólapon szavazunk. Na, szerintem ez az a bizonytalansági tényező, ami még inkább megjósolhatatlanná teszi a végkimenetelét a választásnak. Ha megengedi, akkor már most megígérem a nézőknek, hogy a következő beszélgetésünket innen fogjuk indítani, hogy na, akkor milyen lapok is kerülnek a választópolgárok elé, mert ebben tényleg én is biztos vagyok, hogy elképesztően nagy a bizonytalanság. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszontlátásra, viszontlátásra. Viszontlátásra. Önöknek pedig nagyon köszönöm a ma esti figyelmet is, és valóban a választásokig még nagyon sokat fogunk beszélgetni ezekről a részben, technikai kérdésekről, részben pedig a választás tartalmi részéről, a politikai elemzéséről. Várjuk minket az adásaink, várjuk önöket az adásainkkal. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!